Állj, te még nem hallottál a vadonatúj XP és XP General mintás termékekről? Hát pedig most jelentek meg nemrég, srácok. Igen, rengeteg vadonatúj mintás bögre, párna, pulcs és még egy csomó más termék vár téged a webshopomon. Lelelelelelá, ez lesz a világ legjobb ebédje, srácok, végre. Úgy érzem, hogy teljesen elkészült minden, és úgy látom, hogy minden tökéletes szerintem. Még kenyér is van, lassan jöhet is XP csúnyér, és aztán jöhet az nagy ebédel is, közös családi vasárnapi ebéd, ez a kedvencem. Amúgy szerintem minden tökéletes. Csákor, mi persze nyugodtan ugrálj az asztalodon a kaján, amit egész nap csináltam, mert az teljesen jó. Takarodj be oda, te rühesdök, komolyan mondom. Na, hát jól van. Velem. Jól van. Amúgy meg, nem dicsérlek XP, nagyon jó kaják vannak itt, de várjál egy percet. Igen, mi ez? Hol van a hal? Halat nem csináltam, mert nem várnak téged ebédre most. Hogy? Micsoda? Mondd még egyszer, mert nem hallottam egész jól. Nem csináltam halat. Aha. Értem. Szóval... nem csináltál halat, XP? Figyelj, lehet, hogy még gyors be tudok dobni a sütővel egy halat, hogyha úgy van, de... Igen? Megnézem. Jól van, Korni, nyugi, megnézem, a hűtőben van-e a hal. Hát az a helyzet, hogy nincs. Hát úgy látszik, hogy akkor a haláloddal kell lakolnod, XP. Ne, figyelj! Lehet, hogy még XP Junior szobájában van pár halat, azt megnézheted, jó? Oké? Jó, ajánlom is, hogy legyen, mert visszajövök érted, XP. Oké, jó, úristen. Kezdem azt érezni, hogy el vagyok nyomva ebbe a házba, srác. Konkrétan mindenki engem lövöldöz meg, mert pedig én csak ebédet csináltam. Na mindegy, jó, remélem talál XP Junior szobájában halat. Na, nagyon remélem, hogy XP Junior szobájában van halacska. Biztos, hogy nem itt tárolná a fincsik is halakat. Nézzük csak meg itt. Itt egy szép. Biztos, hogy itt van. Hogy nyissam ki, nem tudom a kódot. Nem hiszem el. El is felejtettem, hogy itt van egy fegyver. Akkor ezzel gyerünk, nézzük. Így, becézzük és... gyerünk! Nem igaz? Ez mi? Ez nem hal. Hát ez nem hal, az biztos, de mi, ha nem hal? Szerelmes levél? Úristen, de mi lehet benne? XP-nek meg kéne mutatni, ő biztos, hogy tudja, hogy ki lehet. Menjünk, XP! Jól van, vágjunk egyenet, remélem Kornu talál halat, mert különben halott ember vagyok. Találtam halat! Hogy őszintén legyek, halat nem találtam, de nézd, mit találtam helyette, ezt nézd! Ez XP Junior szobájában volt? Igen! Ez mi? Szia! Nagyon sok idő volt, mire én ezt megírtam. Sok bátorságot kellett hozzá vennem, de most vagy soha. Kedves Fanni, már régóta tetszel nekem, és azt szeretném megkérdezni, hogy eljössz-e velem randizni, mert belé szerettem. Remélem igen mondasz. Ez egy szerelmes levél, amit XP Junior írt! Úristen! Szia XP Junior! Mit keres itt egy láma? Hoztam barisztát. Oké, XP-ről beszélhetnénk. Gyerekkérlek, ide ülj fel az asztalkádra. Na, figyelj, szeretnék beszélni erről. Mi ez? Aha, te nagyon jól tudod, hogy mi ez. Megtaláltuk a szobában ezt a szerelmes levelet. Ezt te írtad, ne üteges a pici apukáiddal. Korbi! El se éred, Kormit, hagyjad már, csak Boris üdöket, inkább beszéljük meg! Kinek írtad ezt a levelet? Nem mindenkinek írtam! Nem, mondd el! Úgy jön a fénkre! Micsoda? Úgy adnám neki oda! Mert? Miért nem adod oda? Mert ő a legbanőbb! Jaaa! Rám se figyel, szóval... Nem, csak úgy megírtam! Ez a Fanni, ez a legmenőbb csaj a suliba, vagy mi? És eddig beszéltetek már, vagy volt valami? Egyszer, mikor fellökött. Hát az is valami végül is. Hát figyelj, veszteni valód nincsen, holnap menj oda és adod ezt a levelet neki, oké? Szerintem... Hát, hogy adom! De, hát jó, de próbáld meg, veszteni valód nincsen, aztán lehet, hogy összejöttek. Na, szóval jó, próbáld meg, oké? Okay. Segítek neked, esküszöm, jól van? Menj a suliba és mondd be neki a szerelmet. Jó, most pedig menjünk, gyertek, kajáljunk. Ennyire jövök urat, biztos, hogy adjam neki, jó ötlet! És jön adna neki csúfor, vagy elküld engem! Nem tudom, hogy na jó, mindegy, megpróbálom. Mit tudok beleveszíteni, talán az egész életemet, meg az, hogy egészen csúfori vagyok. Szia, Fanni!
XP Junior, mit akarsz? Mondja. Láljön egy kicsit, Pécsi. Igen, haladja, nem érek rá, csajokkal beszélgetek. Jó, jó, figyelj, ezt elolvastam, Pécsi. Muszáj. Kérlek. Jól van. Értem. Hát, ez jó unalmas volt. Inkább passzolok. Most már? Most miért? Hát, én nem fogok ilyenekkel randizni menni, akik ilyen nyápicok, strébelek. Most komolyan neked folyik az agyad, hogy ilyet gondolsz, hogy veled elmegyek? Most úgy őszintén. Hát, ez egy kocka vagyok? Igen, te egy kocka vagy. Én meg a legmenőbb lány a suliban, szóval szerintem inkább keres magadnak való kislány. Tudod mit? Szerintem inkább menj vissza legózni, vagy nem tudom, kisautóz. De hát mondjuk ilyen izmokkal fel se tudnád emelni a legót, szóval... Hát inkább ne szólj hozzám, jó? Szia! Mi a jó isem volt ez? Na jó, na jó, ezzel változtatni fog. Az egyet nem csak engem így kihozolhatsz? Te, nem tudom mi! Na, ha mindjárt meg kell gyúrni, kézmosan a kérdez, ha legmenőbb ember az egész suliba, és én foglak visszautasítani téged, bénaság. Akkor mi figyelj, mert amúgy nem látod XP Juniorban hazajönni a suliból, mert vagy nem tudom, egy szem kéne lennie, vagy 5 órája. Láttam, hogy a kedből felment a szobájába, de nem tudom. Nem is köszön nekünk, és azt eddig miért nem mondtad, szegény, mit csinálod a fönt? Komolyan mondom, kíváncsi vagyok, hogy ez a csaj vajon elfogadta, és lehet azért nincs itt, mert készül a randira. Az olyan menő lenne. Jól van, kérdezzük meg. Jól van, XP Junior, figyelj már, XP Junior? Belépni tilos. Miért lett itt fekete üveg? Mi ez a csak pókáló? Mi történt a szobával, gyerekkormi? XP Junior, mit csinálsz? Figyelj már, hallod? Kiütötted az üveget? Mi történt a szobáddal? Minden fekete lett is, mit csináltál a szép szobáddal? Nem. Mi történt? Mesélj, de mi volt ma a suliba, ezt a gyere be a párkányról mondjuk. Na, mesélj, de mi történt? Elmentél randizni? Igen, és azt mondtam, nem. Nem akarom! Mondd el, ne hisztízz rá, mondd el! Adottam neki a levelet. Igen, és? Ilyen levelet. És azt mondta, hogy kocka vagyok. Megyek vissza legózni. Nincs izmom. Nem vagyok fedő. Szerint húzom az idejét. Értem. Szóval vissza... Nem vicces. Szóval visszautasított. Értem. És most mit szeretnél csinálni? Itt akarsz depizni a fekete szobába? Ne, nem kell leugranod, te idióta. Az lenne a legmenőbb, hogyha most kigyúrnád magad, menős rác lennél a suliba, menőn öltözködnél, és aztán pedig már te lennél a legmenőbb ő helyette. És akkor igazából majd te fogod őt visszautasítani. Mit szólsz? Mert meg tudom csinálni. Hát segítünk neked. Mit szólsz? Okay. Na gyere, feküdj le, aludni, és akkor holnap reggel kezdjük az egészet. Jó, ketten segítünk neked, ne aggódj, na. Jó van, jó ét a gyökér, kocka. Na, mindjárt, másnap kezdjük az edzést, na. Jó van, Kormi, mi addig készüljük elő a szuper edzése, jó? Meg mindenre. Jó van, hajrá, hajrá. Na, hol vagyunk, Kormi? Tudunk edzeni, szóval haladjál, szed a kis lábaidat, és edzünk. Gyere, siess. Kasszolni, most kigyújt leszek? Igen, nagyon is. Biztos, nem magyarázom valamit. Kezdjek inkább. Mit csináljak? 20-szor meg kell emelned ezt a súlyzót. Súly, ezt itt? Igen, igen. Oké. Nem meg! Gyere már, tesz meg magad egy kicsit! Nem meg! Tényleg nagyon gyenge vagy. Nem bírom. Ne sírj! Próbáld újra! Gyerünk! Nem akarom. De, én bízom benned. Csináld! Nem meg! Ez a most komolyan felajánlottam neked egy csomó könyvet, itt összönözzek, és még ez se segít? Felkezem. Aha, értem. Szóval fáj a kezed. Jó. Fájjon csak. És nem érdekel, fáj! Csináljad! Az úgy, hogy díszfegyver. Aha, díszfegyver. Persze, igen. Nem, elég volt, szerintem nem. Nem, olyan gyengé, hogy... Na, majd én megmutatom
lehet, hogy mi az az erő? Figyelj, én csak! Hagyjuk már, Tarni! Ez figyelj, ez itt az erő! Szintiszta erő van itt a kezemben! Így, mi? Mi a? Mit kell csinálni? Ilyenek az erős, kigyúrt macskák? Te meg egy nyálpic kisfiú vagy! Szóval ugyanezt meg kell csinálnod, egy-kettő, csinál! Mi? Hogy tudod rádobni azt a kocsát? Na srácok, XP Junior hamarosan hazajön az edzésből, és akkor jöhet a következő, megtanítom gitározni majd. Haza is értetek, sziasztok! Wow, XP Junior, na az igen, az kockas! De kigyúrtad magad, tesó, nagyon jól nézel ki! Wow, na jó van, ügyes vagy Kormi, szép munkát végezni, viszont most üljél le XP Junior, elárulok egy titkot. Az izom nem minden, valójában a tudás és a belső érzések is fontosak, ugye bár, ezért ma meg foglak tanítani téged gitározni is. És ez nagyon-nagyon menő. Mutatom, hogy hogy kell, jó? Figyelj! Wow, finnán! Na, ugye milyen menő? Jó, van, most próbáld meg te! Na, mutathatom, mire vagyok képes? Igen, mutasd, Lixi, csak utánozod azt, amit én csináltam, mehet? Úristen, jó, nagyon-nagyon rossz vagy, oké, figyelj, jó, próbáljuk meg az éneklést, oké, gyere, vegyük a tévé elé, és akkor ott próbáljuk meg a szöveget, hát az jobban fog menni. Jó, gyere, jó van. Oké, állj rá az asztalra, és itt próbáljuk meg, oké? Na, üljünk le, és... a kedvenc számadat, jó? Azt tudom, sokáig táncoltam már. Mehet? Szörnyű, oké. Van X-es, figyelj, próbáld meg úgy, hogy kicsit mélyebbre viszed a hangodat. És kicsit így próbálsz a hasadtomból énekelni, oké? Okay? Próbáljuk meg. Na mehet, nézzük. Ó, na igen, erről beszéltem, na igen. Ja, jól van. Oké, szerintem készen lesz XP Junior. Annyi lesz még a dolgot, hogy még romantikusnak is kell lenned. Szóval takarodj a kertbe, szedjél pár rúzsát, és akkor minden csaj téged fog akarni. Gyerünk X-es, Junior, mutasd meg a suli, majd te vagy a legmenőbb. Nem hiszem, már megint egy sulis nap, annyira unalmas, és még a körmöm is letölt a sminkelésbe, Istenem. De hol van mindenki? Hol van a két legjobb barátnőm, Liza és Dorka? Lányok, hol vagytok? Miért nincs itt senki? Sziasztok, XP Junior. Köszönöm a tapsot mindenkinek, köszönöm, nagyon tudom, nagyon jól vagyok, igen. Na hát tetszett nektek, akkor ezt figyeljétek. Ezt figyeljétek. Menő vagyok, mi? Ára megy. Köszönöm szépen. XP Junior, nagyon, nagyon izmos lettél, látom. Nagyon jól nézel ki. Tudom, elég menő vagyok. Beszélhetnénk néhány szót. Elfogadnám a múltkori randi ajánlatodat. Randi ajánlat? Én nem emlékszem ilyenre. Mi az, hogy nem emlékszel? Most kihagyom! Micsoda? Most komolyan passzolsz engem? A suli legmenőbb lányát? Már nem vagy a legmenőbb, bocsi! Hogy mi? Hozzá fel se érsz! Hogy beszélsz te velem? Figyelj, nézd! Ott vagyok én, ott fent. De tudod, hol vagy? Itt lent. Szóval, szia!
Hogy beszélsz te velem, te nyomi? Ugyanúgy nyomi maradt szerekké! Na srácok, ha nem ilyen tetszett ez a videó, akkor csoportosok egy lájkot, én akkor is egy segítsen fejétek el nyomni. Ne felejtsétek el, gyertek el a FanFestre, Salgótarjánban, link a leírásba. Tudom, hogy ez a videó viszont egyet volna, remélem tetszett, lájkot, csengő, én XP voltam. Sziasztok! Igen, te egy kocka vagy. Én meg a legmenőbb lány a suliban, szóval szerintem inkább keresd magadnak való kislányt. Üdös mondd azt, hogy inkább menjél vissza.